Sok fiatal most először tartotta kezében agyagot és próbált megdolgozni vele, mégis kivételes érzékről árulkodik néhány megkezdett alkotása a Menner Bernát zeneiskola alatti műhelyben. A szobrászat ezen ágán Gutai János kalauzolta a fiatalokat és segítette őket a még idegennek számító anyag megmunkálásában. Nagyon szorgalmasak, és még mivel a hét elején vagyunk, még aránylag pihentek is, de hogy múlik az idő, ők is fáradnak. Kicsit, de a kedv az mindenképpen megvan, és ide azok jönnek, akik szeretnének valamit tenni, vagy hát alkotni. Itt ez a fazekas részleg van, meg a kis plasztika, vagy szobrászatnak is lehet, mert vannak már nagyobb alkotások is. Itt a gyerekek először találkoznak sokan agyaggal, meg mintázással. Nagyon fontos lenne, hát én sok-sok eszendőt ütöttem el a tanári pályán, mint rajzos is. És a rajz, meg a festés az tulajdonképpen egy nehéz dolog. Ugye, mert a három dimenziót azt át kell vinni kettőre, és ez már azért egy kicsit komplikáltabb itt, meg természetesen a térbe dolgozik térszerű dolgokkal. És ma úgy mondom, hogy akinek valamilyen problémás gyerekmozgás vagy különböző kényszerek van, akit még az is megnyugszik, mert lefoglalja magát, és látja azt, hogy ő most alkotott valamit. Ahogy telik a tábor, egyre több dologgal ismerkednek meg sikeresen a diákok. 25 fő dolgozik a szép művészeti és a kézműves szekció keretein belül. Tatai fiatalok mellett szőgyéni, szovátai, magyar kanizsai gyerekek vannak itt, akik közt már igazi, visszajáró vendégeket is találni. Egy gyönyörű város, és minden évben a táborban körbejárjuk, tehát kis vonattal is, meg hajókázunk is a tavon, és szinte minden évben visszajárok. Nem csak a tábor keretein belül is. Máron 5. éve vagyok táborlakó, nagyon tetszik a tábor, mivel itt megismerhetjük egymás kultúráját is, és életre szóló barátságokat is köthetünk. Nagyon szeretek kerámiával foglalkozni, például ma is azzal foglalkoztunk, még hétfőn volt az ebru foglalkozás, ami szintén nagyon érdekes volt. Az egy ókori képzőművészeti típus, tehát a víz felületén festenek, és a festéket később átviszik egy lapra, és az megmarad rajta. Több érdekesség is hátra van még a programból, így a restaurálás, a textilkép és a nemezelés technikáit a hét hátra levő felében gyakorolják a diákok.